Ezek többségében utakra dőlt fákat, leszakadt fágakat jelentettek, egy alkalommal egy távközési kábelre dőlt egy nagyobb fenyőfa, ezt kellett eltávolítani a vármegye hivatásos, önkormányzati, valamint önkéntes tűzoltóinak, értelemszerűen ez a motoros láncfűrészek esetében történt meg többször is. Négy alkalommal mindezek mellett pedig közlekedési balesetnél akadt dolga a bevatkozott tűzoltóegységeknek. Itt ráfutásos közlekedési balesetekhez kellett mennie, valamint olyan gépjárművekhez, amelyek áraba hajtottak, majd felborultak. Szerencsére kisebb sérülésekkel a járművekben utazók minden egyes ilyen eseményt megúztak.